Üdvözlök mindenkit, jó szórakozást kívánok, napi első vicc. Áll a székely az akasztófa alatt, nyakában a kötéllel. A hóhér megkérdezi: na öreg, mi az utolsó kívánságod? A székely nem mond semmit. A hóhér lassan elkezdi húzni a kötelet. Lassan rászorul a hurok a székely ember nyakára. És amikor már nem kap levegőt, elkezd irgalmatlanul kapálózni. A hóhér gondolván, hogy mégiscsak van egy utolsó kívánsága, visszaengedi a földre, erre a székely: a jó istókát neki, ha majdnem megfulladtam! Kiabál a székely legény az apjának: édesapám, fogtam egy medvét! Jól van, hozd ide! Nem tudom, mert nem enged el! Először utazik a székely bácsi a repülőn, kérdezi a sztyuárdesztől: mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő mindenkinek? Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt. Hát, a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégiscsak van mentőcsónak. Hát pedig gondolom, úszni többen tudnak, mint repülni. Hogy veszi fel a székely a mobiltelefonját? No, ki a? Az öreg székely meg a fia fát vágnak. A fiú oda suhint, hát véletlenül levágja az apja lábát. Erre az öreg: Aaron, még egy ilyen, és seggbe rúglak. A székely elmegy a hegyekbe kirándulni a fiával. Rájuk esteledik és megszállnak egy erdészházban. Éjszaka felébred a székely és azt kérdi a fiától: mit csinálsz, fiam? Maszturbálok, apám. Na, és hogy haladsz, fiam? Még nem sokra haladtam, apám. Na, akkor most már próbálkozz a sajátoddal! Idős székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a házba, az egész gatyaszára csupa víz, megkérdezi tőle a felesége: mi az? Esett az eső? Nem, fújt a szél. Az öreg székely bemegy a kocsmába és kér egy felest. Egy pár fiatalot vidámkodik, majd összesúgnak, hogy hogyan toljanak ki az öreggel. Szépen kivárják és egy alkalmas pillanatban bedobnak egy viagrát a pálinkájába. Az öreg komótosan felhajtja. Kis idő múltával kimegy a vécére. Ahogy jön vissza, látják, hogy össze-vissza van vizelve a nadrágja. Kérdezik tőle: mit történt magával, bátyám? Kimentem, elővettem, hát láttam, hogy nem az enyém, aztán visszatettem. A székely a vasútállomáson a jegyváltó ablaknál. Kérek egy jegyet. Hová? Hát ide a kezembe. A székely fiatalember el szeretne menni a bálba, de nincsen ünneplős cipője. Elhatározza, hogy kifényesíti a csizmáját, és abban megy majd el táncolni. Így is tesz. Aznap este a bálban először Annát kéri fel táncolni. Tánc közben lenézi, és azt mondja: Anna, rajtad kék bugyi van. Hát ezt meg honnan tudod? Tudom. Másodszor a Natasát kéri fel táncolni. Tánc közben ismét lenézi, és azt mondja: Natasa, rajtad fehér bugyi van. Ezt meg honnan tudod? Tudom. Harmadszorra Nórát kéri fel táncolni. Tánc közben megint lenéz, majd ilyetten felkapja a fejét. Nóra, rajtad nincs bugyi? Nincs. Már azt hittem, hogy a csizmám repett szét. Miről ismerik meg a székelyt a budapesti Vidám Parkban? Bicskával eszi a vattacukrot. Két székely iszik a kocsmában, megszólal az egyik: hazamegyek, megbeszom a gyádat. Dermed csend a helységben, jön a válasz: menjünk, apu, úgyis eleget ittál már. A székely fintorogva beleszagol a levegőbe: fiam, hát te voltál? Nem. Asszony, akkor te? Nem. Akkor én? Házsártos, veszekedős anyósa volt a székelynek. Tudván ezt, üzen neki a helyi patikus:
hogy van egy jófajta orvosság ez ellen. A székely elment hozzá a szerírt, és a patikus adott neki két hatalmas pofont. Na, ezt adja be az anyósának, mert az ő bajára ez a legjobb orvosság. Legközelebb, amikor az anyós megint elkezdett kárálni, a székely szó nélkül pofont teremtette. S lám az orvosság hatott, az asszony elcsöndesedett. Amikor a székely ismét elment a gyógyszertárba, a patikus megkérdezte. No, használt múltkor a gyógyszer? Hogy használt-e? Hát mihelyest beadtam a porciót, nyomban meggyógyult. A második pofonra, ezzel képen teremtette a patikust. Már nem is volt szükségem, hát visszahoztam. Az öreg székely várja haza a fiát, egyszer csak kopogtatnak, kérdi az öreg. Te vagy az, fiam? Nincs válasz, kikiabál még egyszer. Te vagy az, fiam? Nincs válasz, harmadszor is kiszól, de mivel nincs válasz, kidobja a baltát. Utána kimegy, hát látja, hogy a fiából áll ki a balta, és kérdi. Miért nem szóltál, fiam? Mire az? Hát, bólintottam, apám. A székely és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek tovább, megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Odaszól a fiú az apjának. Te apa, nem kéne beljebb húznunk a kaszát? Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét, egyszer csak lelassít mellettük egy kocsi és kiszól a sofőr. Bácsi, nem tudnál megmondani, merre van a makaróni gyár? Nem, fiam, nem tudom. A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiállt. Jó ember, nem a tésztagyárat keresi? A sofőr örömmel tolat vissza. De igen, tudja, hogy hol van? Dehogy tudom, fiam. Két székely találkozik az erdőben. Adjon Isten! Adjon Isten! Leülnek egy kidőlt fára, miközben öt üldögélnek elkezd esni az eső. Megerett. Meg. Jó negyed óra múlva arra siet az erdész. Felhajtott gallérral, döbbenten áll meg a két székely előtt. Hát maguk meg mit csinálnak itt ebben a szakadó esőben? Beszélgetünk. Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le a falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére. Kérem, mondja el egy napját. Hát, édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát, megiszok rá 4-5 pálinkát. Na de bátyám, hát ezt így nem lehet. Mondja inkább, hogy könyvet olvas. Jól van, fiam, tehát felkelek reggel, megeszek egy fél oldal szalonnát, elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok kint a cántón, amíg olyannyira megnő a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell olvasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért lefekszem, pihenek egyet. Mikor fölébredek, megeszek egy jó nagy darab csülköt, egy vekni kenyérrel, aztán ebéd után elmegyek a könyvtárba. Hát a Pista az már rendszerint ott vár. Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, amíg a könyvtár be nem zár. Utána elmegyünk a Józsihoz, mert neki meg nyomdája van. Két székely fát vág az erdőben, azt mondja az egyik. Te tudod, hogy mi az a vagánykodás? Nem tudom. A székely feldobja a baltát, aláll, és az utolsó pillanatban ugrik el a leeső fejsze alól. Na, látod, hát ez a vagánykodás. A másik székelynek megtetszik a dolog, így másnap a fiával megy ki az erdőbe, gondolja, megmutatja, mit tanult. Fiam, tudod, hogy mi az a vagánykodás? Nem tudom. A fickó feldobja a baltát, aláll, majd amikor el kellene ugrani, megbotlik, és agyonüti a balta. A fiú egyedül megy haza, otthon az anyja kérdi tőle. Hát apád az hol van? Még kint vagánykodik az erdőben. Az öreg székely bemegy a városi bordélyházba, és azt mondja. Nőt akarok. Papa, hát mostanság már nem nővel szokták, hanem csirkével. Akkor kérek egy csirkét. Megkapja, felmegy a szobára, és jól elhancúlozik vele. Másnap megint megy.
Kérek egy csirkét. Hát tudja, ma már nem a csirke, hanem a pipsó a menő. Akkor legyen az. Beül a fülkébe, és látja, hogy egy nő 5 palival szexel. Nézi-nézi, csátszol a szomszéd kukkolónak. Nem semmi a műsor. Ez semmi. Látta volna tegnap az öreget a csirkével? Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést kívánok!